Üdvözlünk mindenkit, ez itt az FMCG Minutes. A mai adásban két témával fogunk foglalkozni. Egyrésztről megnézzük, hogy hogyan alakult a kereskedelem, azon belül is az elkereskedelem helyzete az elmúlt hónapokban, másrésztről pedig egy különleges területtel, a repülőjegy értékesítéssel fogunk foglalkozni. Azért is nagyon különleges ez a mai adás, mert egy összehasonlító képet tudunk kapni arról, hogy hogyan néz ki most a kereskedelem, hiszen ugye az év elején már egyszer beszéltünk arról, hogy mik az aktuális trendek, és most megnézzük, hogy egy az év végéhez közeledve hol tartunk. Továbbá még itt van velünk egy iparági szereplő is, és így ezt is láthatjuk, hogy az ő szempontjából hogy néz ki most a kereskedelem helyzete. Köszöntjük a stúdióban két meghívott vendégünket, Györke Zoltánt, az e-commerce Hungary nagyvállalati tagozatának vezetőjét, valamint Holcinger Zoltánt, a repjegyhu üzemeltető Vekotravel online repülőjegyértékesítési üzletágának vezetőjét. Örülök, hogy itt vagytok! Üdvözlöm mindenkit! Kezdjük akkor a szokásunkhoz híven a, a nagyobb képpel, hogy... Zoli, ugye, ahogy Betty is mondta, évelején beszélgettünk. Az akkor elérhető adatok alapján nem voltál túl optimista a, a kereskedelmi, a várakozásokkal a, a kereskedelem, illetve az e-commerce területén. Most már azért az év végéhez közeledünk. Hogy látod, mennyire igazolódtak be a várakozásaid? Sajnos azt kell mondanom, hogy eléggé. Tehát, ahogy mondtad is, nem voltam túl optimista a Egy olyan év után voltunk, a 22-es év után, amiről azt fogalmaztam, hogy a elkereskedőm szempontjából elég drámai volt, hiszen egy évtizedes növekedési pálya tört meg, és, és került reálértékben csökkenő pályára, ráadásul az egész kereskedőm belüli csökkent az emnek, És ugye arról beszélgettünk, hogy valószínűleg 23 lesz. 23 sem lesz ennél sokkal jobb. És most azt látjuk, hogy, hogy mint mondtam, nagyjából sajnos igazam volt, Ugye a káshatokat azt mindenki látja, hogy tehet kap a médiában. Az elkerülatokat azt talán kevésebb figyelmet kap mostanában. E, azt tudjuk, hogy a kisker forgalom az folyamatosan csökkent egészen augusztusig bezárólag, addig vannak kis És e, ami még talán esetleg a nem túl optimista várakozásomat is halul hogy az elker részaránya az első fél évben tovább csökkent a egész kiskerselemben belül, és 9 alá eset. Ez a csúcsévben, olyan érdekesen hangzik, hogy 21 volt a csúcsév, ott majdnem 11 százalék volt. Tehát azért elég komoly es beszélünk. A nyáron más stabilizálás látszik, ezt azért hozzá kell tennem. Tehát, tehát az látszik, hogy, hogy az elkereskedelem nem csak, hogy betakozodott a teljes piacnak a mozgásában, hanem egy kicsit még alul is teljesített majd a másfél éven keresztül utóbbi pár hónapban annak jelek, hogy ez kicsit kisimul, de azért húra optimális hatalábra sincs szó. Uh -huh. És hogy látod, hogy a piaci szereplők milyen, milyen hogyan reagáltak erre a helyzetre? Milyen hát, megoldás? Igen, ha visszamegyünk 22-re, azért meglepetésként érte őket. Most kezdem egy pozitív gondolattal. Én úgy az én beszélgetéseim alapján azt látom, hogy nincs tagadás ami egy nagyon nagy hát lépés, ugye. Félsikert. Igen, azért, tehát amikor az ember még abban él benne, hogy tíz évig növekedtünk, és, és kétszer megyünk, meg 20 százalék, meg aztán ugye volt a két pandémia 30 kal és minden szép, és amit mondtam, fél évvel, hogy kimegyünk a pár és nyerünk. Ez azért az a rendület ideig víz, és nem biztos, hogy mindenki szemben azzal, hogy hogy már nem, nem, ez a világ van. Én most azt érzékelem, hogy, hogy ezen túlléptünk, tehát tagadás nincs, szembenéznek a az elkereskedők azzal, hogy, hogy, változott a helyzet. Az meg, hogy ki milyen gyorsan reagál és változik, az már olyan egyéni. Egyéni, most tégenként egyéni, így gondolom. Tehát vannak jó példák, akik, akik viszonylag gyorsan először nyilván hatékonyságjavító intézkedésekbe fogtak, ne adj Isten növekedés irányába is el tudtak mozdulni, és van, aki ezzel lassabban lép. Tehát ez nagyon egyéni, hogy ki hogy. Az biztos, hogy azért majdnem mindent az első lépés az, az, azért egy ilyen helyzetben az a, a operation megnézés, a hatékonyság, tehát az, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudunk hatékonyabbak lenni, és az első gondolat az nem feltétlenül az, hogy hogyan fogunk most akkor sokkal többet növekedni, meg hova fektetek be. De azért én azt gondolom, és ez meg kicsit előre is mutat ilyen tanácsszerűen, hogy, hogy egy jó cég, aki ott akar lenni a konszolidáció után a piacon, annak nem szabad megállnia az a, a operational effectiveness-nél a hatékonyságnál, hanem igenis meg kell gondolni, hogy, hogy akár szelektívan hova fektet be. Én szerintem most valahogy a cégenként változik, hogy még fázisban vagyunk de az nagyon jó, hogy túl vagyunk, tehát tagadás nincs. Uh -huh. És ha már iparági de. szereplők, akkor Holcinger Zolihoz fordulnék, hogy ti hogy élitek meg ezeket az előbb felvázolt trendeket, milyen kihívásokkal szembesültök mostanában? Igazából mi ugye ezeket a trendeket jóval korábban éltük meg, sajnos azt kell, hogy mondjam, mivel hogy nekünk a pandémiás időszak, ami már igazából a múlt számunkra, vagy hát Em normál emberek számára a múlt, igen, mi azért egy nagyon-nagyon alacsony szintről jövünk. Ami azt jelenti, hogy nekünk a határok lezárásával a forgalmunknak a 95%-a egyik napról a másikra eltűnt. Ugye mi akkor szembesültünk azzal, hogy igen, nekünk változnunk kell, változtatnunk kell, mi egy túlélő üzemmódba kapcsoltunk abban a pillanatban, és gyakorlatilag, ahogy Zoli is mondta, Ugye ezeket mi elkezdtük eléggé alaposan, mint marketing, fejlesztés, mint szinten megnézni azt, hogy a hatékonyságunkat hogyan tudjuk növelni, hova tovább, ugye egy ilyen időszakban, amikor az ország be volt zárva, kevés volt a forgalom, ugye mindenki otthonról dolgozott, hogyan tartsuk motiváltan az embereket. Szóval ez mondjuk egy külön dolog, amivel még mint people management is kellett foglalkoznunk. És ugye tavalyi évben mi egy eléggé erős növekedésbe kezdtünk, ugye ahhoz képest, ahol voltunk. Nagyon messze elmaradtunk a 2019-es, úgymond békeidős évünktől még. Erre az évre terveztük azt, hogy a forgalmunk, akkori forgalmunknak a 90%-át el fogjuk tudni érni. Ezt azonban látjuk, hogy ugye pont azok a hatások, amik érték a, gyakorlatilag az iparágat, kereskedelmet, ugye följebb mentek nálunk a repülőjegyárak, üzemanyagárak, stb. 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 Ugye mind-mind gyakorlatilag a kereslet csökkenéséhez vezetett, és gyakorlatilag egyfajta stagnálás van most már. Nem azt mondom, hogy hosszú hónapok óta, de az elmúlt 3-4 hónapban gyakorlatilag egy stagnálás van ebbe a fajta növekedésünkben. De ti akkor 2020-ban szembesültetek azzal, amivel a piacnak egy másik 22-ben, igen. Uh -huh. Ugye, ugye, ugye a 2021 Mármilyen bután is hangzik, Elker szempontjából az volt az aranyidőszak, amikor 30%-os volt a éves növekedés 20-ben és 21-ben is. Én, bocsánat, itt felidéznék, ahogy beszélgettünk korábban, hogy ami másoknak mm. 2021 -e a bizonyítási alap, az nektek 2019. Igen, ne, a... nekünk 2019 mm -hmm. ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, és tényleg tavalyi évben beszélgettünk Zólyval, mondta is, hogy lehet, hogy igazából azt a fajta válságmenedzsmentet, amivel az elkereskedelmi szereplők most szembesülnek ebben az időszakban, azt ugye mi már túl vagy azon már túl vagyunk gyakorlatilag, hogy lehet, hogy ezeket nekünk hasznos lenne megosztani az iparági szereplőkkel is. Bocsánat, hogy beleszóltam, Szóli. Nem, teljesen jogos. <laughs> amit még kérdeznék, hogy ugye említetted, hogy, hogy ti akkor nagyon sokat a, változtattatok a működéseteken ott 2020-ban, abban a kemény időszakban, hogy egy-két dolgot ki tudsz emelni, amit azóta is alkalmaztok a működési modelletekben, ami akkor változott nálatok, és sikeres? Igen, hát az egyik, hogy ez egy kényszer megoldás volt, mert a fizikai irodától az ügyfelek be tudnak jönni, gyakorlatilag azt akkor bezártuk. Ö, gyakorlatilag azonnal. Ugye ebben benne volt az is, hogy ne fertőzzük egymást, ö, ügyse az ügyfeleinket, gyakorlatilag ez egy biztonsági intézkedés volt. Viszont azzal szembesültünk, hogy az ügyfélszolgálatnak a hatékonysága olyan szinten nőtt, hogy mindenkit e-mailen, telefonra tereltünk át, hogy gyakorlatilag magától utazási irodai rész, az értékesítésnek a személyes részét, azt nem nyitottuk újra. Természetesen ezzel látjuk azt, hogy nem tudunk annyi ember foglalkoztatni, mint 2019-ben, de azt is látjuk, hogy az ügyfeleink sokkal gyorsabban kapnak választ, vagy gyorsabban tudunk válaszolni az ő kéréseikre. Ehm... És bocsánat, egyébként minden, az a korosztály, minden korosztály elfogadta ezt az új működési modellt? Vagy ezt... Hát ez egy nagy, na, igen, nagyon jó meglátás. Ehm... Csak kíváncsi vagyok, hogyan. Ehm... Minden korosztálynak el kellett fogadnia. Én inkább ezt, ezt mondom. Ehm... Valaki nehezebben, valaki könnyebben. Ehm... Ugye az az igazság, hogy mi nem szeretjük magunkat utazási irodának nevezni. Mi repülői értékesítők mm -hmm. vagyunk. És hogyha valaki szeretné megvásárolni a repülőjegyét effektív, úgyhogy fizikailag befárad egy másik irodába, azt mondom, hogy nagyon sok lehetősége van erre, és gyakorlatilag ugye a legtöbb utazási iroda, vagy hát értékesítő nem követte ezt a fajta trendet, szóval ugyanúgy elérhetőek, és ugyanúgy be tudnak fáradni. Nem jelentett ez a forgalmunkba olyan szintű visszaesést, hogy mondjuk rombolta volna az üzletet, hogyha ez megtörténik, akkor természetesen kikinyitjuk a kapunkat, és Hát de azt mondod, hogy ez egy jó, ez egy, most úgy látjátok, hogy ez egy jó döntés. Haték, hatékony, 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 döntés. Hallgatlak. Hát, annyit akarok akar eltenni, mert azért nagyon jó, hogy van végül is egy, hogy mondj, egy, egy, iparági képviselő, meg egy, meg egy cégnek, hogy ugye arról beszéltem 6-7 hónappal ezelőtt, hogy nagyon komoly, nem csak a stratégiai döntéseket is kell hozni. És ugye azt mondtam, hogy például az, hogy mi, van, mi az, ami ben van és ami kim van. Ez nagyon jó gyakorlati példa arra, amiről beszéltem. Tehát, hogy azt mondja valaki, hogy én nem akarok foglalkozni a fizikai ügyfélkiszolgálással, az nem az én szakterületem, az nem, nem tudom hatékonyan megoldani, és lehet, hogy veszteségem van rajta, és inkább fókuszálok arról, hogy jó vagyok. És így erről beszéltem, hogy, hogy, a minden elkereskedőnek nyilván nem repülő egy szempontjából el kell tud dönteni, nem feltétlenül ügyfélszolgált minden más kérdésben azt, előre nézve, hogy mi az, ami jó vagyok, oda teszem az erőforrásokat, és mi az nem biztos jó vagyok, amit outsource vagy egyáltalán nem csinálok például. Uh -huh. é, és, és, azért örülök, hogy ez elhangzott, mert ez annyira jó gyakorlati példa, és az, hogy kitartottak mellett, azt mondták, hogy ez nem rentábilis nekem, mert velem akarok foglalkozni, az erőforrásokat viszel. Igen, ez, ez, mondjuk az ügyfélszolgálatot érintő kérdéskör, de ugye tudok ilyet hozni a marketingből, vagy a, fejlesztési, vagy a fejlesztésből is, mert gyakorlatilag ugye a marketing Struktúránk is úgy van felépítve, hogy különböző állapotban célozzuk meg az ügyfeleinket. Szóval ki az, aki vásárláshoz közel, ki az, aki távolabb, igazából inspirációra van szüksége. És ugye heti szinten nézzük ezeket az adatokat, heti szinten nézzük most már a forgalmat, akár napi szinten is, és gyakorlatilag ugye látjuk azt, hogy melyik. Csatornán tudunk jobban erősödni, honnan tudunk visszavenni. Szóval egy kicsit ez a. egy kicsit adok, egy kicsit visszaveszek, és ez gyakorlatilag egy sokkal sokkal, közelebbről nézzük, és sokkal gyorsabban válaszolunk ezekre a hatásokra. Én azt mondom, hogy sokkal agilisabbá kell váltunk ezáltal, és ugyanez igaz a fejlesztésekre is. Igaz volt ránk, hogy nagyon el tudtunk egy fejlesztést húzni, azt mondtuk, hogy másfél év múlva ez kész lesz. Hát ugye a cégvezetés várt, hogy másfél év múlva valamit leteszünk az asztalra, de igazából észrevettük azt, hogy tényleg ezeket a sokkal kisebb célokat, hogyha kitűzzük, ugye ez egyfajta belsőleg is megelégedés, hogy gyorsabban tudunk szállítani. Uh -huh. És hogyha van is egy hosszabb fejlesztési ciklusunk, azokat olyan rövid célokra bontjuk le, hogyha esetleg a következő célt nem tudjuk teljesíteni, akkor is a már meglévő dolgokat tudjuk hatékonyan használni, akár az oldalon, akár ügyfélszolgálatban, de hogy tényleg erre, erre is sokkal, sokkal jobban fókuszálunk. Nekem határozottan úgy tűnik, hogy megerősödtetek ebben a 2020-as időszakban. Igen, igen ill, illetve ö, tényleg so sokan most azt mondják, hogy behúzzák a kéziféket, mi ezt most nem tehetjük meg, mert mi egy kézifékes időszakból jövünk. Uh -huh, e, és gyakorlatilag ugye sok kereskedő most vagy visszavesz a, a, az ő forgalmából, és azt mondja, hogy akkor most behúzom a fejlesztést, behúzom a marketinget. Nekünk most egy építkezési fázisunk van, és uh -huh. ehhez kell magunkat tartani, mert nem engedhetjük meg magunknak ugyanazt, ami volt 2020-ban. Milágos. Hogyha nézzük az év hátralévő részét, Zoli, akkor most hozzáfordulok, fordulok, hogy a Közelgő időszak, gondolunk itt a Black Friday akciókra, karácsonyi időszakra. Ez, ez javíthat ezeken a, a trendeken, amiket elmondtál? Ez, ez optimistábbá tehet minket. És egyébként kíváncsiak vagyunk, hogy a Az Igen, lesz ki, ez az ott érzek. van Black Friday. <síthat> <de>? <síthat> van, az elkereskedelem szempontjából lehet, hogy nem lesz túl pozitív választom. Nem hiszem, hogy érdembe befolyásolná a trendeket. Uh -huh. Nyilván a Black Friday, meg a karácsony időszak az mindig kiemelkedő, ez nem fog változni, tehát nőni fog a nyárhoz képest, vagy a szeptemberhez képest a forgalom. De azt nem nagyon látom, és semmilyen szám, és semmilyen beszélgetés nem utal arra, hogy jobban nőne, mint mondjuk, tehát a trendvonalból trend kilógna ez a növekedés. Uh -huh. Tehát tehát nagyon fontos a Black Friday, illetve hát az egész karácsonyi időszak, különösen mondjuk egy műszaki kereskedőnek, stb. hiszen azért ez függetlenül a elkertől ez, azért ez, a, sze ez a szezon ekkor a forgalmának egy jó részét, de nem fogja megmenteni 23-as évet abba ezt nagyon meg lennék lepve, hogyha, vissza, hogyha bármikor beszélgetnénk jövőre, akkor azt látszott volna, ez megmentette volna. egy kicsit jobbakat rendek, azt mondtam itt a utóbbi pár hónapban, tehát lehet, hogyha mondjuk, hogy mondjuk azt láttuk mondjuk az első fél évben, hogy nominálisan mondjuk 7-800 ekkor a most úgy megy 9-10-re, de ugye az éves átlagos infláció 17-18% környékén van. Szóval én nem, én nem hiszem, hogy, hogy megmenteni. Ráadásul azt tenném hozzá, hogy és elnézést, hogy ezt kell mondanom, de kicsit biztosabb a Zolira is, hogy, hogy um, nyilván egy Black Friday nagyon fontos a kereskedőknek, oda kell tenni a forrásokat jól le kell hozni de közben ne felejtsenek el foglalkoztatni és többi témára, beszélgettünk uh -huh. már korábban, meg most is. Tehát az, hogy hogyan leszek a hogy mire fókuszálok, hova fejlesztek. Jön egy 24-es év aztán, meg egy 25-ös, és uh, én biztos vagyok benne, hogy uh, kicsit, kicsit jobb lesz, de, de abban leszek biztos, hogy sokkal inkább el fognak válni ezen a nyertes megvesztesek ebben a szektorban. Lesznek, akik sokkal jobb növekedést vannak hozni, mint a, mint a piac átlaga, lesznek, akik pedig akár csökkennek, és valószínűleg el is tűnnek. Szerintem a Elker egy konszolidációs részekbe fog lépni, és itt azért itt nagyon fontos, hogy ne legyél vetszesek között. Világos? Akkor csak egy érdekességképpen, hogy nátok a Black Friday, meg a karácsony az ugyanolyan ilyen kiemelkedő pont az értékesítésben, vagy mint egy műszaki cikk webáruháznak, vagy ez nem mondható el? Nem mondható el teljes mértékben. Azt azért tudom veletek osztani, hogy már akár a tavalyi évben is van egy termékünk, ami mondjuk a repjegy.hu-n utalványt lehet vásárolni, mm -hmm. és akkor gyakorlatilag karácsonykor ez egy sláger termék, mert ugye a repülőjegynek megvan az a sajátosság, hogy megveszed, az az adott időszakra szól, hogyha ezt ajándékba adod valakinek, akkor hát nem tudom, éppen valamilyen más elfoglaltság miatt nem tudja felhasználni, sok esetben ugye ezt nem tud nem tud vele mit csinálni, és sajnos ki kell, hogy dobja, úgymond. És ezért találtuk ki ezt a egy utalmányt, Ez tavaly gyakorlatilag sláger termékünk volt decemberben. De jó ötlet, nem is rossz. Ezt várjuk idéd is. meg! Most tényleg nem reklám, de hogy... Ez tényleg egy nagyon jó megoldás. Hogy ebben az évben is azért azt várjuk. Azt látjuk, hogy az utazás iránti kereslet azért az megmaradt. Szeretnének utazni az emberek, szeretnének egy kicsit a mókus kilépni, és szerintem azért ez egy nagyon jó megoldás, akár ugye is ajándékozva, hogy, hogy esetleg a szeretnénk hozzátartozónk egy kicsit ki tudjanak szakadni. Black Friday próbálkoztunk, ugyancsak az utalvány az, amit mondjuk Black Friday esetén sikeresen tudjuk adni. Az igazság, hogy ugye kiszolgáltatottak vagyunk a légitársági áraknak, nem feltétlenül tudjuk a légitársági ajánlatokat olyan szinten alakítani, ahogy mi szeretnénk, és ahogy mi az ügyfeleinknek úgymond kedvezménnyel tovább uh -huh. tudjuk, vagy nyugodt szívvel tudjuk tovább adni. Világos. Azt sem felejtsük el, de ahogy is évedek, hogy mondjuk a repülésben azért nem ez a csúcs szezon. Nem, ez, 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 ez így van, szóval nálunk mondjuk egy, egy január-február. Az a jó, hogyha gyakorlatilag a kereskedők elkereskedők kasszát zárnak december 23-án, uh -huh kipihenik 24-25-26, és december 27-én látunk egy olyan búmot, ami gyakorlatilag kitart január közepéig, és akkor kezdik el az egzotikus utakat nagyon sokan foglalni, mert tényleg akkor mi vonnak, milyen volt a karácsonyi időszak, hogy sikerült a különböző akciózás. Menni és szeretnének újabb pontosan, élményt. Igen, nem nem. És ha már egzotikus utak, most itt ez megragadta a fülemet, mik most a vásárlói trendek erről egy kicsit tudná mesélni, hogy tényleg az egzotikus utakat keresik most, ugye főleg így a nehezebb pandémia időszak után, vagy, vagy mi az, amit, amit inkább keresnek a vásárlók, csak így érdekességképpen? Meg, meg, meg annyi, hogy hogyan alakult, hogyha 2020-as nyitás... Vagy mikor nyitottak ki? A... Mikor, 21 Ké, 2022 ben 2022-ben kezdtek el. Uh -huh. Igen, hogy, hogy, hogy hogy volt azóta a trend még ezzel? De gyakorlatilag itt ugye két Trendet mondanék, az egyik az ilyen foglalás és utazáshoz viszonyított időablak. Ezt ugye azt láttuk, hogy 2022-ben ott volt egy ilyen kárpedélyem, hogy akkor fú, kinyitottak a határok, utazzunk, és gyakorlatilag nem tudtak olyan drágán adni repülőjegyet a légitárságok, amit ne, meg nem vettek volna. Szóval, hogy tényleg egy, egy, egy olyan időszakot éltünk, hogy kinyitották a határokat, mindenki utazott. Azért ez valamilyen szinten konszolidálódott. Ott ugye nagyon rövid volt ez a, a foglalás és az utazás közötti időablak, szóval gyakorlatilag azt láttuk, hogy 30 nappal, a legtöbben 30 nappal az utazás előtt vásárolják meg a repülőjegyeiket. Ez azért ma már egy kicsit, kicsit konszolidálódott, és döntő többsége az 30 és 90 nappal az utazás előtt vásárol. Ezt ugye mi úgy mondjuk, hogy kezd helyreállni a 2019-es trend. Viszont 90 napnál ö, hosszabban még nem nagyon terveznek. És, és but, hát ez, ez régen, például 19-ben ez sokkal gyakoribb volt, hogy akár három hónapon túl. Három hónapon túl és gyakorlatilag szeptemberben kijöttek a légitársaságok. Ez egyik legnagyobb, vagy hát uh -huh. gyakorlatilag a magas szezon nekünk a szeptember. Légitársaságok jönnek az akcióikkal, és január, február, márciusra is akár megveszik a repülőjegyeket. Ezt, ezt most nem érzékeltük. És visszatérve ugye az exotikusokra, pont hogy az exotikus destinációkat kezdik el ilyenkor vásárolni, ezt most nem érezzük, ezt a fajta boomot. Valószínűleg az egyik oka az az, hogy 90 napon túlra nem nagyon terveznek <tosz> most még az emberek de látjuk azt, hogy most már októberben jóval több egzotikus desztinációt adunk el, főleg december-januári időszakra, szóval tényleg ez a 30-90 nap, így ahogy haladunk előre, úgy az egzotikus foglalások is megjönnek így. Aztán nem hiszem, hogy az egzotikus szezon ki kimaradna a, <laughs> a magyar fogyasztók életéből. Egyébként ezt a időablakot ezt meg tudom erősíteni ugye egy másik partnerünk, hogy a szálláspontú adatai alapján, hogy egyértelműen egy nagyon a szállásfoglásban nagyon lerődültek az időablakok. Tehát nagyon, nagyon durva, még bőven 30 napon belül egyébként. Tehát, és ebben nagyon látnak változás Tehát ez, tehát van egy fel a ilyen, ezt meg ők is, tehát hogy a utazást érdekes módon, vagy nem annyira érdekes módon, a magyarok hagyják, az, a, az nem az első között, amit elhagynak a vásárlói kosárból hanem, hanem inkább a vége felé, amikor a disposable a forrasztásról beszélünk. Ezt megerősítem, mondom a szárspontolatai, viszont nagyon rövidek az időblakok tényleg, hogy na most még van pénzem, most jó ajánlat van, akkor elmegyek. Nyilván egy magyarországi szállásnál ezt még könnyen megcsinálni, mint egy egzotikus repülőjegynél, e, de abszolút, és és, 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 ez nyilván az ő esetükben is nagyon igényelte azt a fajta rugalmas hozzáállást a mindenfajta marketing aktivitáshoz, amit elhangzott az oly is. Uh -huh. És akkor még egy kérdés a ti működésetekhez, hogy beszéltünk ugye hogy a fogyasztókról, vagy vásárlóitokról, hogy a másik oldal, csak így általánosságban, hogy a légitársaságokkal való együttműködés, az változott, maradon, tehát történt maradandó változás a 2020-as nehéz időszak után? Vagy alapvetően azért ott visszarendeződött a korábbi együttműködési modell? Egy, egyfajta visszarendeződés van azért a piacon, azonban minden, olyan klasszikus légitársaság, aki korábban az online értékesítési csatornákat nem annyira használta, ő azért a 2020-as év után, vagy 2020-21 után gyakorlatilag sokkal nagyobb hangsúlyt fektet ezekre uh -huh. a, a csatornáira. Így aztán ezt érezzük, hogy megvan a partneri viszony, és tényleg azt mondom, hogy azokkal a légitársága, vagy stratégiailag fontos légitársaságokkal, akikkel nekünk korábban jó együttműködésünk volt, az továbbra is fennáll, sőt, van, akinél még szorosabbra tudtuk fűzni, de de ők is látják azt, azt, hogy az online térben számukra azért még van hova fejlődni, és ezzel gyakorlatilag egyfajta versenyhelyzetet teremtenek uh -huh. közöttünk is. De hát ő ugye ad egy szolgáltatást, ő ad egy terméket, mi pedig azt adjuk, hogy ezeket a termékeket, több terméket egy oldalon egy időben ugye össze tud hasonlítani, és ki tudja magának választani az ügyfél, ami számára szimpatikus. Van, amelyik légitárság ezt értékeli, és tényleg partneri viszonyban vagyunk, de azért azt is meg kell említeni, hogy vannak olyan légitárságok, akik nem értékelik ezt a fajta partnerséget olyan módon. De ez ugyanaz a modell, mint a, például az árucikkeknél, hogy felmegyek az értékesítő -kereskedő honlapjára, vagy felmegyek egy olyan oldalra, ahol egy össze vannak gyűjtve az adatokat. Hát igen, is. igen, igen sőt, hát ugye az ökoszisztémára beszélünk, akkor, akkor ugye elég bonyolult, hiszen hiszen van a kereskedő oldala, ahogy te mondtad, aki ugye mondjuk a saját nevébe kereskedik, ugye most nagyon megerőstek az online piaszterek, ahol végül is bár, kvázi bárki föltelt egy bizonyos eh, 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 ellenőrző után a termékét, és akkor vannak a klasszikus áros mint az árukereső, igen. ahol, ahol tényleg, ami tényleg arról szól, hogy, hogy megnézem azt, hogy ez a tévé mennyibe kerül itt meg ott. Üm, és, és annyi, ugye, hogy, bocsánat, egy, annyi, egy különbség, igen. hogy itt nem is csak az árak különbség, hanem akár az időpont, meg ez egy egyszeri szolgáltatás, tehát, igen. igen. Tehát, hogy igen. Hogy nehezebb valószínűleg, mert ugye mert, hogy több szempont, hogy gyakorlatilag, hogyha mondjuk egy, most nélkül X márkájú tévét az Y sorozatból, az az, és azt lehet hasonlítani. De hozzáteszem azért, hogy nyilván a árukereskedelemben is azért a nagyobb értékű termékeknél jellemzőbb ezeknek a használata, mint mondjuk egy most nem biztos, hogy 5000 fontos vasalót fogsz, vagy 10 fontos vasalót fogsz órá kikeresgélni netten, hogy melyik van 500 forinttal olcsóbban. De, 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 nyilván terjed. Tehát, tehát, és visszatérlek arra, hogy alapvetően, amikor a kereskedő szempontjából nézem, tehát nem a, tehát a, aki a retailer szempontjából nézem, ez is egy marketing eszköz. Tehát az, hogy most mennyire használja, hogyan használja a és milyen egyéb eszközeket használ, ez ugyanúgy egy egyéni marketing döntés kérdése, mint sok minden más. Mm. És ebben se tudom elmondani, hogy nyilván nagyon fontosak az árak, és az bizonyos kategóriákban, valószínűleg nem megkerülhetőek. De nem lehet csak rájuk támaszkodni. Mert gyakorlatilag akkor eljutsz egy olyan pontra, amikor azt sem tudja az ember, hogy kitől vásárol. Márpedig, ha nem tudja az ember, hogy kitől vásárol, akkor soha nem lesz lojális ügyfeled, és soha nem lesz kárszat, amit csinálsz. Tehát, tehát ez pedig egy olyan dolog, amikor arról beszéltem, hogy mi az, ami be foglalkozni ki az, ami nem. Biztos, hogy a marketing tevékenységet ilyen módon nem lehet teljesen kiszervezni, vagy nem lehet egy-két csatornára fókuszálni csak, mert az gyakorlatilag a lassú halál. Vagy a... mondjuk ki. Igen, igen. igen. Ne, abszolút igazat, igazat adok Zolinak. Ugye nálunk gyakorlatilag Ugye mi nem a légitársaságra irányítjuk tovább itt az ügyfeleket, mint itt az árukeresőknek ugye a nagy része azt mondja, hogy az XY termék található, akkor mész a boltjába. Szóval mi ugye ott állunk a légitársaság és a fogyasztó között. Bármilyen olyan problémája van mondjuk a fogyasztónak, akkor mi azt ugye kell kezeljük maga a légitársaság felé. Szóval gyakorlatilag ugye nem csak továbbítjuk, nem csak egy leadet adunk a légitársaságnak, hanem gyakorlatilag ott, ott is, ott is állunk. Ez nagyon fontos Valami szinte Így, van, nem, nem, csak repülőjegyet értékesítünk, de jót is állunk érte. Ugye ez azért érdekes a modellek, mert ugye sokat néha beszélünk ugye a listing szájtakra, is, amit a a szélén van valahol, ugye más kategóriákban, az is kicsit abba is van ilyen hasonló dolog, mondjuk ugye a hogy akkor mennyire, mennyire mennyire csak, mennyire csak közvetít, mennyire, vagy a bookingnál ugye, most nem biztos, hogy ugye volt az, most ez a botrány, hogy nem csak sok esetből be a pénzt. Ebből esetben az jóval többet ad, mint hogy egy felületet ad, és jóval nagyobb a hatalma is. Csak, <coughs> így, jó. tehát, tehát, de ez megint visszatérve a, 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 a most a, nem a fogyasztó, hanem a, 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 elkereskedőkkel a elkereskedők, a képviselők szempontjából ugyanarra mutat, amit előbb mondtam, hogy, hogy úgy állítsd össze a, nem csak a marketingedet, hanem a a hogy az egész kiadjon egy alatt, ami neked megéri, és ami valamilyen módon unikálsa a fagyasztó felé, és ne egy-egy -e csatornára fókuszáljál, mert akkor ilyen helyzetbe kerülhetsz, mint a, a booking.hu-s uh Világos. Jó, hát szerintem akkor forduljunk rá az utolsó kérdésre, hogyha benned most nincsen, nincsen már nem, nem, szerintem. Hogy... Ezt elég alaposan kiveséztük, igen. igen. Köszönjük szépen. Hogy Györke Zolihoz fordulnék zárásképpen, hogy azért így rengeteg céggel álltok kapcsolatban, hogy ti magatok hogyan gondolkodtok, hogyan tudjátok őket támogatni, vagy, vagy milyen, milyen formában ö, több, több, része van. Az, első egyébként, és azért mondtam, örülök annak, hogy, 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 nincs tagadás, az egyáltalán, hogy feljövök a figyelmet arra, hogy itt megváltozott a helyzet. Ezen túl vagyunk egyébként nagyjából, de azért ezt nem árt néha állandóan ismételni. A másik az tényleg a piaci információk eljutatása. Tehát az, amiről beszélgetünk most ilyen nagyobb vonalakban, hogy milyen számok vannak, hogy ez sokkal részesebben. Tehát lássák a aktuális, minél, minél frissebb számokat a partnereinket, vagy a tagjaink. Ennek, ennek egyik példája az, hogy két hét múlva, most egy workshopunk, egy, egy meetupunk, amikor kifejezetten az aktuális számokról nyilván ilyen mélyebben fogunk beszélgetni, szektorálisan, stb. 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 Tehát, hogy lássák, hogy mi történik a saját szektorokban, ez nagyon fontos dolog. A harmadik réteg az pedig az, hogy, 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 megpróbálunk olyan tudást eljutatni a tagokhoz, ami segíti őket, mind abban, amiről előbb beszéltem. Tehát stratégia, hatékonyság, stb. Ennek a része a, a, a nagy éves konferenciánk, ennek a része az olyan meetup, amit most például középváltalkozatunk szervezett a Omnichannel értékesítésről. Tehát nagyon sok része van, illetve akár az a üzleti amit eredetileg csináltunk. Tehát, hogy minél több olyan a tudás üssön el a, a tagokhoz, ami segíti őket abban, hogy aztán ők kialakítsák a stratégiájukat. Mm. És nyilván egyébként bármikor rendelkezés állunk azzal, hogy akár egyénnek beszélgessünk a tagokkal. Mm. És én ezt, bocsánat, kiegészíteném mm. egy dologgal, mert van egy nagyon jó kezdeményezése az Olinak, és én nagyon bízom benne, hogy ezt jövőre be fogjuk tudni vezetni. Hogy tartunk olyan esteket, ahol meg tudjuk vitatni adott esetben a, a problémákat. És szerintem nagyon fontos, hogy egy, hogy egy nyílt és őszinte beszélgetés alakuljon ki. Tudom azt, hogy vannak versenytársak a mi tagozatunkon belül is, de én úgy gondolom, hogy, hogy az, a, a, az, az a probléma, amivel szembesülünk, az mindenkit érint és abból tudunk építkezni, hogyha őszintén megosztjuk egymással azt, hogy ki, ki, ki mivel szembesült, kinek milyen technikája van ennek a megoldására, és adott esetben ugye úgy tudjuk mi is szervezni akár a meetupokat, akár pedig a, a különböző konferenciákat, hogy ezekre megoldást találjunk közösen. Ez egy nemes kezdeményezés, szerintem ez nagyon klassz, főleg, hogyha felül lehet kerekedni, akár azon, hogy versenytársak vagyok, és csak a problémák. Bízunk benne, hogy tehát nagyon sok, hogy a téma lehet, mert ugye amiről nem is beszéltünk itt, ugye HR kihívások, stb. Tehát egy csomó olyan téma is ami azért talán nem érinti annyira a verseny. Nyilván az árazásról senki nem fog beszélni nem, pontosan, veszi. hogy meg a, meg a, meg, a, meg a De az nem a olyan téma, ami, ami, amiben lehet közös beszélgetés és, és, és közös gondolkodást állítani, és esetleg megoldási felvázolni. Igen, igen, ez nagyon hasznosnak tűnik. Sok sikert kívánok ehhez, tényleg, tiszta szívből, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a Köszönjük szépen. Köszönjük. És köszönjük a kedves nézőinknek is, hogy velünk tartottak. Én szerintem azt ígérhetem, hogy folytatjuk. Ugye? Így van, így lesz. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Viszontlátásra!